Gólpasszatták. Mi és te mit? Azt mondom, hogy nem tudom semmit. De előtte mindig. Amikor megnyerte az öreg fiúk a bajnokságot, az 3 éve, még tudom, ott az átadó, a Marton ugye. Ja. Beírja a Marton fórumba, értett, hogy hát nem tudom, a játékosainak meg mit tudom, mi. Akkor kérdezte az újságíró, például, hogy így meg ott. Akkor beírja, hát Gyöngyösön NB1-ben játszottam, azt mondja, és ide. Na, azt találkozok, akkor elmondom, figyelj ide. Te Gyöngyösön játszott NB1-ben. A Gyöngyös, amióta én az eszem meg tettem, soha nem volt NB1-es csapat, maximum. De, az, de a Józsi nem. A Józsi NB3-ban. Nem NB2-es? De nem, azt hát a Molán Öni bácsot az edző, aki nekem az MTK ifjegyben volt másfél évig. Ja, az vitte az oda, meg a Hoffman Pisti végén, úgy vitték el Gyöngyösre. Aztán mondta, hogy NB3-ban játszott, amikor játszott, de úgy kiutálták ott is a hűtőzőből, hogy aztán visszajött. Ja. Meg azt hiszem valaki pofán is vágtott. Játékos. Ecsi milyen osztály volt, amikor itt játszott? Ecsi öreg fiúba játszott. Csak öreg fiúba? Persze, meg buszaszagot sem is. Kevin. Senki nem szeret vele, Martonos a pacient. Még mifit a kezdtünk egy. Ja, nagyon kérdés. Minden legyen, meg akar oldani. Csak őnek lehet passzolni. Igen, csak neki lehet. Volt a horváti Mike, az is ott volt. Ja. Hát azt úgy magam elé nevelte, az nem mert a labdával más csinálni, csak állnak, ha megkaptam, akkor már azt kérdezte, hogy hol van, már rúgta felé a labdát, nem volt az Mike. De jó! Elmentünk a Marton bácsi napokra, benevezte a műszakot, elmentünk. Viszem a labdát, a Kuti is ott volt, meg egy másik srác. Én meg másik srácnak passzoltam, utána elrontottam. Tudom. Na jó, és most mit nézel? Mondom, ez volt a játék. Ez volt a játék! Csabi, gyere be! Azt lement a pályáról. Ja. Igen. Hátul, figyelj, közelebb! Hátul! Mi van? Mi? Meg volt itt a gyerek, olyan gólokat húzott most a jövőben. Várj, egy Geri megelőzt a bajt! Maradjál már, te azt hittem őszint! Jó, hát ez a sérülés is a közben. Nézze meg, Bilabán meg. Máma, kimegy a meccs, aztán vagy. Így a fővel tényleg. Ezt hogy nem mondjak. Így a fővel. Én borogattam le. Hát borogattam, na. Jó, hát ez a lábad amúgy. Hello, hello, közelebb, közelebb hozzá! Ne hagyd ott! Ott? Na még egy fél órát biztos. Megnyugodott? Az maga bementem a katába, de a gyerek elment. És mondta, hogy a kartában lesz az Odi bátyjának, ha bementem a kartában, tele romába, vagy 10 ilyen jó. Bedrogozza, mint az át, hallod, hogy a fekete kapuz is pulcsiba voltam, kopasz fejjel, hallod, lerángattak a lépcsőt. Mi a, valami baj van, így húztak a lépcsőt, mondom, van egy, jó! Tomi, megurította. Ja? Tomi, hogy ment oda el föld? Végig gondolt mindenki. Lapos, na igen, berángattak? Lerángattak a lépcsőn, mi a baj, húzott le a gyerek a lépcsőn. Mondom, maradjatok rá, mondom, a gyerektől értem, hasadtam volna a fiam, mondom, bazeg. És akkor az egyik megismert, mert valami érzik, valami... Kik mondtak, hogy kik? Pulykák, ja, honnan tudtad? Hát ott írok fel. Valami pulykák voltak, és akkor az egyik meg is, hogy ne bánj. Azért, mert ő beszéltem el felé, hogy a fatert ráncsátok. Ne bánj, és akkor mondta, hogy adj egy puszit. Ha na, adok én neked puszit, csak ne vegetek vagyok, mondom, a menekülök innen, hallod. Szuper Levente! Menj oda! Na, nem szuper Levente, hanem szuper, amit csinálsz. Kérünk Krisi, keményen. Menjük Kristó! Keményen, Krisi! Nem akarsz fölöpni a 200 kilóra ezer gyereket, hanem passzold el a labdát. Mi volt, Zsuzsó? Jó! Felszabadítok. Szemetek a bírók, Mizolik, a mindig Ercsi ellen vannak. Azt mondták tegnap. Ercsi megfutott mellett, majd elrugott a sipcsot, például sárgát ott a bíró.
És neked? Hallod, de álltam egy helyébe. Mert azt mondta, hogy hallott, hogy csattam. Játszál, akkor passzol sokat! Úgy van. Szépség volt a kiszolgáló, szépség. Volna. Mi a baj? Zélo, gyere felé! Úgy van, fordj, gyors is, Kristóf, gyors, átvétel, indulj meg! Belül a Dani segít a kell. De mehetsz oda, úgy van. Nagyon nagy labda, fiam. Add be egyből! Mi anyag van? Zélo, hallod? Ezerrel futok. Fiam, nem sétálgatok, kémegy oda, ami a csövön kifér, azt beadom. Szép labda volt, Kristóf. Zélo, ebben sokkal több volt. Hát meg a tökömet te is, bár. Hallod, de az, hogy a Mikey-tól jobb lett az Zeno, azt nem akartam elhinni, hogy kezdte az Zeno. Csinált mindent, már boxolt a végén, annyira nem érezte jó magát. Pattogott a labda, szögdett a labda fölött, bár, fején pattogott a labda. Mikey, meg nagy magán volt. Mi lett, bár, meg Zeno, standard játékos, ott van Mikey, meg csorikem ott ül a padon. De az is szét van esve. Mondjuk én már cserélnék, mert itt szét, nem, meg sértődés lesz. Mennyi? 60-ban el kéne cserélni egy 3-ot legalább. 60-ban, ha 1 percet játszom, akkor? 90. Azért mondom, a 60-ban cserélni kell, hogy legalább egy 3-ot. Kiveszed a kólát? Kereszt, kiveszed a kólát? Kólát? Kérsz kólát? Nem, csak így kiveszed a képből. Kérsz kólát? Ez a reklám helye. Nem van már gatyában, de nem mentem ki. Nem jutunk át! Gyertek közel, nem tudja odáig eldobni. Ne rakd a fejembe! Maradj itt mögöttem, maradj itt mögöttem! Szép! Lőjél, Danika, lőjél! Bere, bere, bere! Egyből. Leviből jó védő lesz, bazdmeg. Bravo, Levente! Itt kérja! Jól. Zeno nagyon bemész, Zeno nagyon behúzott. Úgy, úgy. És akkor jön a labda, akkor előzd meg a védőt. Jaj, de jó! Igen, csak hogy csonglítem a kapu elé rúgni, fiam, ne visszafelé. Nem baj, nem baj, gyere vissza, hátul, pihenünk, álljuk meg! Pedig itt jól csinálta ezen a szélen. Hát cserélni kéne, mert megfogjuk sértődni a többiekben. Tudj, hogy csak a... Hát ez a 2007-es ebben kell játszani, bár meg ezek jó. Gyere, mozog, gyere, 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 gyere! Hát ezt a Müller Martin sajnál. Én nem. Rövidre, rövidre, Zeno, rövidre! Előzd meg a kapu! Jó, kész. Mondtam, hogy vége. Jó, mindegy, anya nem tudott többet vihozni. Elment megint kézilegben. Helyétsen ne belőle. Nem érzi jó magát, nem tudja, mit kell csinálni. Hát szegény, ezt a gyereket a sajnálom. Nézzek, én az anyjára kézzel fogogatsz. De jó a hajom. Abból meleget csinál az anyja. Köcsökség kibeszélni, mi? Nem törlöd le, bazd meg ezt az egész napot. Aha, ezt most már viseled, ezt a következményeket. Már megy a YouTube-ra föl, a permibe már fönn van. Ezt az egész nap törlöd kell, ezt az egész nap. Ez komoly összeget kell. Ez az Lalinak, vagy az úgy a markában vagyok, bazd meg egy életre. Az biztos. Játszál! Szép! Jön a csongi, jön a csongi! Verd meg! Dolom, dolom! Befele vedd már, bazd meg. Jó, jó. Hoppá! Azt hiszem kapu elég. Kurva anyám vagy, bazzeket itt. Ez betotyorgás, minek kell? Megtom lendülő, kettőt állt lépik, és bam! Betotyorog előtte, bazzek, belassít. Minek? Irány Anglia. Laci, amikor kiabálta. Gyere, 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 kis ide fog jönni, előzd meg, Krisi. Nyugi játék, nagyszerű. Közép! Otthon! Azon nyomoznak, ez ügyes volt.
Megy a Krisi. És a Krisi. Éppen egy tó járatjuk, nem kapkodunk, úgy fociznak, mint az öreg vintel. Ati belépett, elkérte, lepasszolta, azaz bere. Nagyszerű. Ali, a halat, mikor veszed így, nézed a Dunát, az sem, csak azt látod, hogy lubickolnak a halak, mi? Sima. A halak. Hogy becsongi. Végig a gyerek halad, állépet a lombán. Azt a kúrva. Gyerünk, Csongi! Jó volt, fiam! Mi bedobtuk úgy, hogy vekszik a játékosunk. Nem megvárjuk, hogy mi lesz. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Ez válló nagyon profi volt. Amúgy ez sem várom, hogy akkor az is átmegy. Bravo Levente! Mehetsz! Labdás, támad a labdát! Kevin! Támad már, fiam! Ne oda kocogjál! Ajjajjaj! Gyere, támad, ne játszod! Úgy, nem kell már! Gyerünk, állj fel, jó lesz az, gyerünk! Pedig te rúgtál neki oda, basszus! Kérdez, oda ragad? Leragad a térdre? Nem baj, jó lesz. Jó lesz az Krisikém, jöjjünk kisfiam. Mehet! Bravo, Marci! Marci, ez jobb, nem? A mihez képest jött az első fieldjéhez? Kevin! Kérd el, hát beszélj, most mondja, hogy beszélni kell. Kérd el a Marcit, tehát folyamatosan csak a szélét játszhatja. Igen, ennél is hosszabb. Újra. Hozd el! De nincs idő, Kevin. Ha van sípja. Kaptunk kettőt is. És melyiket adtad meg? Az összeset. Az összeset. Akkor kettőt lehet rúgni? Az első nem sikerök a másik. Így. Kori beadja, Levi megy fejére. Ez az. Innen induljál rá. Aki el tudja rúgni odáig, az biztos, hogy a Kori. Jó is. Szép volt. Jó volt a védés is. Jó. Gyere Bonti! Hopp! Így akarta! Na mehetsz, gyerünk, Kevin! Állj be! Kevin, állj már oda, fiam! Az a gyerek, hogy olyan biztosan játszik idáig, hogy fantasztikus idáig. Hihetetlen. Hozd el erre! Bátran, lépjében! Visszát! És a lövés! Add be jól! Ú, nem jó. Heppá! Sokkal a kapura rúgja a fiam. Senki nem ér oda. Szép volt Zéno. Zéno az átvétel kapura menjen kicsi, azt rá is vihetett el. Azért mondom, hogy vidd kapura Zéno, vedd át bal lába és jobb lába vidd kapura, azt ott passzolják. Ki nagyon messziről kell adnod a passzt. De a küzdelem akkor egyben lesz az egész, mert nem most fogadjuk. Nekünk még nincs U14-es meccsünk, akkor jövő héten. Mert mikor van? De 14-én. De az egy hét múlva lesz. Hát hét múlva lesz. Ja, jó. Ja, és izé is lesz, Bozsik is. Minden lesz egybe. Ki hozta a birkákat? Megöli! Összeakadt a lábuk, én láttam. Megöli! Hú. Ki
Kinyit!